Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Nos, 1823. A január 22-én fejezte be Kölcsei Ferenc a himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta ünnepelünk a magyar kultúra napját, és ezen a napon tüntetik ki a pedagógusokat, 1993 óta teszem hozzá, vendégem pedig Kis Dorottya, a Szabad Művelődés Háza igazgatója, Szervusz, Dori, szia, köszönöm, köszönöm szépen, szépen, szépen a, a meghívást! Most megszokhattuk, hogy az Ászlós hajója a Magyar Kultúra napjának mindenképpen a szabad szabadművelődés háza jelesül az Öreghegyi Közösségi Ház. Én azt gondolom, ez így van rendjén. Számtalan kísérő rendezvény lesz, volt mindez ideig Székesfehérváron. Most úgy tűnik, hogy a január 22-én lesz ugye a napon tárlatvezetés a Szent István Király Múzeumban Jankovics Marcel nagyszerű kiállításán. Egyébként kezös nézőink, várjuk Önöket is, hiszen a Fehérvár Televízió hírigazgatója, Látrányi Viktória lesz Jankovics Marcel beszélgetőtársa. Viszont számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy hétfőn Tolcsvai László 68 koncert, illetve a Csaszűcs Imre képzőművész kiállítása. Megszokhattuk már, hogy ez mindig így van. Előtte 6 órakor van egy nagyszerű tárlat, és utána pedig egy koncert. Hogy alakult ez ki, hiszen mióta világ a világ, mióta első a vezetőként részt veszel ebben a munkában, ez mindig is így volt, és azt hiszem, hogy jó, hogy így van. Igen, meg kell említeni az Öreg Hegyi Közösségi ház volt igazgatóját, aki sajnos már nincs köztünk Tóth Istvánt, aki 1989-ben elsőként csatlakozott ehhez az országos rendezvénysorozathoz, és azóta is tartjuk e ezt a hagyományt. Minden évben a az ünnep vigiliáján előestéjén rendezzük meg az Öreg Hegyi Közösségi házban a mi programunkat. Ragaszkodva az ő általa elkezdett programokhoz, ezt is megtartottuk, hogy kiállítás és egy előadó művészeti, vagy irodalmi, vagy zenés est. Ugye eddig is, a, én azt gondolom, hogy a székesfehérvári és nem székesfehérvári, de nagyszerű képzőművészek voltak jelen. Ebben esetben most a Csimre régen láttuk már őt, már mint egy önálló tárlaton, és ugye péntek Imre József Attila Díjas költőnk, aki most már megint kötődik Székesfehérvárhoz, hála Istennek teszem hozzá, tartja majd a kiállítás megnyitóját, és természetesen Östör Anni Mária a település önkormányzati képviselője is ott lesz. De mit kell tudnunk a erről Egy kicsit bővebben beszéljünk róla. A Csaszűcsimré tulajdonképpen egy autodidakta művész, különféle szakkörökben jár, de képzőművészeti egyetemet nem végzett. Úgy kezdett el a festészettel, grafikával foglalkozni, hogy nagy mesterek munkáit másolta és először, hát talán 1980-as években, nem tudom megmondani mikor, a Fehérvárszalon, Fehérvári kiállításon díjat nyert, ekkor fedezték fel, hogy milyen tehetséges a munkát szorgalmasan folytatta, bekerült a Székesfehérvári Művészek Társaságába, azóta kiköltözött, most Gárdonyban él, de hát mondhatjuk, hogy Székesfehérvári képzőművészről beszélünk. Az Öreghegyi Közösségi Házban is volt már kiállítása, a Szabad Művelődés Házában is, a Kisfaludi Közösségi Házban is, tehát mi gyakran bemutatjuk a munkáit. Azt kell tudni, hogy mindig megújul, tehát soha nem ugyanazt az anyagot hozza, Például a Művelődés házában akvereljei voltak, bemutattuk a biblia készült sorozatát, most pedig egy teljesen friss anyaggal készül, amit még nem láthatott a közönség Székesfehérváron. Igen, és ez kivételes lehetőség egyébként, hogy hogy újra felfedezzük őt, mert valóban egyetértek vele számtalan kiállításról tudósítottam, és ő mindig újat hoz nekünk. Viszont aki meg mindig hozza a régit, az Tolcsvai László. Ugye a Tolcsvai László 68 koncert, ez egy fantasztikus lesz. A Tegnap előtt találkoztam Tolcsvai Bélával, és véletlenül felidéztük azokat az időszakokat, amikor még a Lacival együtt játszottak ők, és azt mondja, hogy bizonyos értelemben fájdalmas a hiánya, de rá kellett jönnie, hogy a, a Laci egy teljesen más stílust képvisel, egy, egy olyan kivételes zenei tehetség volt egyéb iránt. Írásban is, és játékban is természetesen, ami különleges, hogy sikerült őt megnyerni. Úgy jutott eszünkbe, hogy Tolcsvai Béla, ugye mivel itt lakik a megyében, Pázmándon, nagyon sokat szerepel Székesfehérváron, és egyszer valaki megkérdezte, hogy mi lehet a testvérével, hogy őt, őt miért, miért nem látjuk annyit. Tolcsvai Béla is szintén volt nálunk a művelődés Öreghegyen, Bobori Zoliéknál, a Börös Társaságban volt egy szalonja, egy sorozata, volt Bakonyi István vendége, tehát őt, őt, őt gyakorta láthatjuk itt Székesfehérváron, és hallhatjuk is. És így merült fel, hogy, hogy mi lehet a testvérével, és akkor az interneten megkerestük, és nagyon nagy örömömre azt tapasztaltuk, hogy most is koncertezik, régi fonográf dalokat, és énekel az első most már elindult felém című összeállítás ez, amit most előad. Zenésztársai Csurgai Attila, Hajba Imre és Dobos László lesznek, én nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz ez a koncert, de nagyon örült neki. Ugye az 1968-as ez... dátum az nem véletlen, tehát fél évszázada, ugye ez 2018-ban indult ez a koncertsorozat. Én azt gondolom, hogy az én első emlékem például az valamikor a 70-es évek elejéhez kötődik, amikor még az illés és fonográf, aztán később ugye egyénileg is, de azt ugye tudnunk kell róla, hogy remek műzikeleknek volt zene szerzője. Milyen emlékeid vannak neked Laciról? Hú, hát akkor én még általános iskolás voltam, amikor az Illés zenekar működött, de a nevét a tolcsvai testvéreknek mindenki ismerte ebben az országban. Aztán pedig nekem a fonográf ami emlék hozzáfűződik, és utána tényleg csak ilyesmi, hogy hallottuk, hogy milyen szerzeményeket hozott létre, de, de úgy egy olyan nagy szünet, hogy annyira nem közszerepeltő. Amikor a Magyar Kultúra napjáról beszélünk, akkor egy kivételes pillanat nyilvánvaló, hogy Kölcsei Ferencra, a Jémnuszra emlékezünk. De mi a személyes tapasztalatod, mint művelődés szervezőnek, mint első számú vezetőnek? Mennyire foglalkoztatja a kultúra úgy általában az embereket? Ez egy kivételes nap, teszem hozzá persze. Az emberek nagyon nagy kínálatból válogathatnak, és szerintem sokan zavarban is vannak. Tehát én azt gondolom, hogy a mi hivatásunknak, a, a kultúra munkásainak a feladata az, hogy segítsenek támpontot adni, tájékozódást nyújtani ebben a nagy áradatban, hogy mi az, ami valódi érték, és mi az, ami a tömegszórakoztatás, a szórakoztatóipar része. Ezt egy küldetésnek fogjuk fel mi, a művelődési házakban vagy a kulturális intézményekben dolgozunk. Igen, mert hogy ugye ez egy nap, és kiemelt nap az természetes, de azt tudjuk, hogy a Szabad Művelődés Háza, tehát hat ház kultúráért, ha úgy tetszik, azért elkényeztetitek Székesfehérvárt, mert ha így belegondolok, akkor a Szabműfázban, az Öreghegyen, Kisfaludon, Feketehegyen, a Felsővárosban és a Királykúton is nagyszerű rendezvények sorra várja a művelődni kívánókat, a kultúra szeretőket. Igen, és el kell, hogy mondjam, hogy azok, akik azt hiszik, hogy manapság az internet és a virtualitás világában nincsen erre igény, ők nagyon-nagyon tévednek, mert ezek a programok rendszeresen teltházzal működnek, nagyon nagy az érdeklődés, és én pont az ellenkezőjét tapasztalom, hogy miután kezd elidegedni a világ, a személyes-emberi kapcsolatok fontossága felértékelődött, és nagy igény van rá. Mennyire fontos egy hivatott vezetőnek, hogy minden egyes művelődési házában, tehát jelen esetben ebben a hat házban legyenek olyan tematikus programok, amelyek csak erre a házra jellemzőek. Természetesen nagyon fontos, hogy mindegyik közösségi háza saját arculatát megtartsa, annak a városrésznek szolgáltasson elsősorban, természetesen nem kizárólag, de elsősorban annak a városrésznek a, a kulturális ellátását biztosítsa, ahol éppen található, és nagyon fontos az önálló arculat. Igen, mert ha azt tesszük, egyetértek, mert ha a szabad művelődés házában megyek, ott mindig tudom, hogy mi vár rám. Koncert, kiállítás, beszélgetős műsor kevesebb viszonylag. Öreghegyen ez fordítva van, viszont ott is kiegészül lámlám -lám komoly koncertekkel, és meglehetősen sok kiállítás, és ott van ugye a disputa. De hát ez nyilvánvaló, a királykút pedig másra sem való. Hát igen, méretein, adottságainál méreteinál fogva. fogva, meg hangulatánál, az épület hangulatánál, milliójén fogva is adott, hogy hogy mit lehet, hol mit lehet megrendezni, hiszen a Fekete egy száraz kultúrudvar a hatalmas szabadtéri színpaddal megint egy különleges lehetőség. Tehát mindenhol mások az adottságok és mások a hagyományok. Mert a, a szabadművelődés házában jazzkoncertre jártak az emberek már 1975-ben is. Ezt a, a hagyományt a mai napig tartjuk. Az öreg egy Közösségi Házban Fanta Boys koncertek és táncos estek voltak már, ki tudja, ez szintén 1970-ben. Ez is a mai napig folytatódik, tehát nagyon fontosak a hagyományok is. Így van, és én arra figyeltem még fel, hogy például a kisfalud egyre népszerűbb kiárnak, mert hogy valamit jól csinálhatnak, mert ott szintén párban jár a koncert és a kiállítás. Úgyhogy szeretnek, és nem csak a kisfaludiak. És ez így van rendjén. Nos, akkor nem maradt más hátra, is köszönöm szépen, hogy ismételjük meg, hogy mi lesz a hétfőn, tehát 6 órakor, acsacs, az, bocsánat, Acsa Szűcs Imre képzőművész kiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban, a megnyitott Östör Anna Mária önkormányzati képviselő tartja, illetve Péntek Imre József Attila díjas költő, művészeti író. Majd ezt követően jön az est másik fénypontja, a Tócsvai László 68 című koncertre, egy legenda 50 évéről. Azt hiszem, hogy hát ez nagyon várt esemény. Remélem, hogy sokan leszünk ismét. Jó, tehát csurgat Attilával, Hajba Imrével és Dobos Lászlóval Tócsvai Lászlót köszönthetjük. Január 21-én 18 órakor várjuk Önöket tisztelettel, szeretettel az Öreghegyi Közösségi Házban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Dolan. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az esti mérleget látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót minnyájuknak. Viszontlátásra.